készülünk a Jóga Nidrára, tudatos alvás gyakorlására. Feküdjünk kényelmesen a padlón, korifomon. Kicsit mozgassuk a vállakat, medencét, lábakat, karokat, tehát legyen kényelmes, de mégis párhuzamosan. Jóga Nidra jóga alvást jelent, tehát megfigyelhetjük, hogy milyen gondolataink vannak alvás közben, érzéseink, milyen képek jönnek, de nem kell semmit csinálni velük, lesz szankalpa is majd, megerősítés. Ez mentális gyakorlat, semmit sem tennünk fizikailag. Most érzékeljük, hogy a test talajon fekszik, érintkezik a talajjal, érezzük a test súlyát tulajdonképpen, a föld vonzását, a gravitációt. Érintkezik a fej egy ponton a talajjal, mint ott párolom el, hogy ott menne a talajba mindaz, amire már nincs szükségünk. A tenyér mindenképp, ha tud, fölfele vagy oldalra forduljon, lefele most ne. Érezzük az egész test súlyát, az egész test és a talaj. Most érzékeljük a légzés mozgását, az egész test már egyre nyugodtabbá válik. A légzés rövidül, a relaxációs légzést végezzük. 3-ig számolva a belégzés, 6-ig számolva a kilégzés. Szépen megnyugtatja az egész lényünket. Úgy hagyjuk a levegőt spontán áramolni, ki és be mozdul, tehát jelen vagyunk. Minden egyes kilégzéskor a test egy kicsit belesüppel a talajba, most átfordítjuk szellemivé a gyakorlatot. Belégzéskor a köldökből föllélegzünk a két szemöldök közé, vagy a homlokhoz. Kilégzéskor lemegy a légzéstudat a köldökig. Tehát belégzéskor fölmegyünk a homlokig, kilégzéskor lemegyünk a köldökig. És mit? Engedjük érvényesülni a spontán légzést, természetes légzést. Egy kicsit a duális világtól próbálunk elszakadni. Minden belégzéskor képzeljük el, hogy a testünk megnagyobbodik akkora, mint ez a szoba. Kilégzéskor a testünk összehúzódik egy porszemmé, vagyis belégzéskor kitágulás, kilégzéskor összehúzódást tapasztalunk. Magunkban most mondjuk. Belégzéskor könnyű vagyok. Érezzük is. Kilégzéskor mondjuk magunkban, nehéz vagyok. Belégzés. Könnyű vagyok. Kilégzéskor érezzük, nehéz vagyok. És még természetes légzés. Érzékeljük a változást, gyengéden, kis puha, csöndes világba csusszanunk bele. Túl a fizikai világon, de vissza is térünk oda, aztán újra elhagyjuk. Most egy szankalpát ismételgessünk, háromszor mindenképpen. Amit elkezdek, azt mindig be is fejezem. Amit elkezdek, azt mindig be is fejezem. Amit elkezdek, azt mindig be is fejezem. Elkalandozna a figyelem, lelkiismeret fordulás nélkül csak hozzuk vissza is. Folytatjuk a gyakorlatot. És kezdjük el kicsit mozgatni a kézujjakat, lábujjakat, fejünket. Még mindig csukott szemmel, gyengében mozgatjuk a hasfalat, mélyül a légzés. És lassan, nyugodtan nyújtózkodjon a két kar. Majd felhúzzuk a lábat is, kicsit jobbra-balra forgatjuk, amire a gerinc fordul, arra megy a vitorlásunk is. Most középen van, becsukott szemmel üljünk föl egy törökülésbe, jógaülésbe. Érezzük a békét, egyszerűséget. Az
nyelv, mert béké. Tegyük a tenyeret most csak a szemre. Nyissuk a szemünket, és ujjaink közt fényt engedünk be, majd arcunkat simítva leengedjük a kezünket. Kedves egészségünkre, a jóval vidrá. Köszönjük szépen! Akarod őrizni a lelked nyugalmát, békét, és találkozol egy gazdag emberrel, ezt már ismeritek, csak hogy mégis vissza kell hoznod, akkor mit teszel? Az ember azt mondja, hogy persze, összelopkodta magát, meg biztos, hogy nem éppen tisztességes utat szerezte, akkor mi se kapjuk meg a gazdagságot, meg a bőséget, ami járna. Tehát örüljünk vele együtt. Ha neki sikerült, akkor nekem is sikerülhet majd. Hogyha szegény emberre találkozunk, akkor csak figyeljük meg, hogy milyen hang szólal meg belőle. Persze, mert nem tudja, hogy kell élni. Milyen a karmája, biztos rossz ember volt a másik életében, nem is kapott semmilyen bőséget, semmi jót. De ez nem így van, ezt nem is láthatjuk el. Akkor annyit teszünk, hogy segítetek valamiben, és akkor azt mondja, hogy hát igen, ha nem, akkor mondja, hogy bármikor szóljál, baj van, vagy kell-e. Aztán menjünk tovább, ha elménk békét akarjuk megőrizni, és találkozunk egy gonosz emberrel, aki tényleg néha kegyetlen, nem tudja az illemet, semmit se, kritizál mindenki. Legyünk közömbösek, semmit ne gondoljunk róla. De ha nem akarjuk az elménk békét megőrizni, akkor nyugodtan megtehetünk itt mindenféle szólásokat, meg elméleteket, de akkor mi se tudjuk megszerezni a belső békénket. Ez a közömbösség nem azt jelenti, hogy nem lehet szólni neki, vagy talán másképp is lehetne csinálni, ha rájövünk és éppen megláttuk a szavaiból. A gac kifejezéséből lehet, hogy azt mondjuk, hát ezzel nem lehet szót érteni még, majd eljön az idő. Tehát minden, amit így próbálunk megtenni, hogy jobb legyen a világ, nagyon óvatosnak kell lenni, mert nem tudhatjuk, hogy mi történik abban az emberben. Tehát kérdezünk, ha az legyen jó, vagy éppen imádkozunk érte, vagy jó kívánságokat fejezünk ki. Buddha is azt mondta, hogy még mindig nem értem, hogy működik ez a karma. Annyira bonyolult. De tényleg nagyon bonyolult a sors tulajdonképpen. És mi abban nem tudunk eligazodni, tehát ne is ítélkezzünk. Másik az elmének az öt szennyeződése. Ez, amit tanít a jóga. Az első szennyeződése az elmének nem más, mint a sötétség, nem lát tisztán, a rosszat jónak veszi. Tehát tudatlanság van az első szinten. Azt mondja a dolgokra, hogy ezek milyen csodálatosak ma a világban, de mondjuk, de mennyi baj van? Ne foglalkozz vele. Igen, de ha megengedik, akkor lehet segíteni. Tehát a másik oldal ennek be, aki vagyunk, azok a halhatatlan lélek, elpusztíthatatlan, és mi annak hisszük a testet is.
a testedet hiszed magadon, akkor nem a lelkedet, és akkor van egy ilyen mondás, hogy ha megkérdeznek valakit, hogy te ki vagy valójában, és azt mondja, hát ez a test. Akkor megkérdeznek egy tanultabb embert, ki vagy valójában. Hát ez a test, meg ez az elme. Aztán tényleg egy bölcset, ki vagy, te azt mondja, hogy én a lélek vagyok. A halhatatlan lélek, a fény vagyok, a egység vagyok. Tehát ha ezt nem így látja az ember, mert mindenki először nem így látja, csak fejlődik, akkor valóban az van, hogy nem azt látja, ami a valóság, tehát tudatlanságban él. De Jogalanda azt mondta, hogy nagyon egyszerű az egész. Ha valaki a testnek érzi magát csak, nem a léleknek, nem a szellemnek, akkor az nem tudja, mi az igazság, tehát hazugságban él. De meg kell tapasztalni nyilván. Másik pedig az egoizmus méteje az elmének, ami azt jelenti, hogy nekem mindig győznöm kell, mindenkit le kell söpörnöm, engem mindenki szeressen, hogy pedig győzzek, ha bármilyen verseny van, akkor akármilyen fondorlattal, vagy igazságtalansággal. Tehát ez pedig a főleg a mai világnak a szerepe is. Így tulajdonképpen próbálják magukat megörökíteni, hogy csak valamilyen fölhívja rá a figyelmet az ő életére valamit, akkor boldogságot érez. De nem az igazi boldogság, az az elmúli. Tehát megint csak eljutottunk az egóhoz, meg az elméhez. Következő a ragaszkodás, tehát ha bármihez ragaszkodunk, akkor az biztos, hogy megfogod bennünket is. És nem fog elengedni addig, amíg nem engedjük a birtoklási vágyat. És nekem egyszer egy ilyen szellemi ember azt mondta, hogy az a feladatod, hogy az embereknek mondd el azt, hogy hogyan lehet kötetlenül élni, nem ragaszkodásba. Hát ez már 20 éve volt, de próbálkozunk, nem könnyű feladat. A másik pedig utálat, ellenszel. Az egyik az, hogy ragaszkodok, mert az annyira jó, kellemes nekem. Másik, amit nem szeretünk, nem akarunk elviselni se, ott viszont megjelenik ez az utálat, ellenszel, szenvedünk is tőle. Tehát megint csak eljutottunk oda, hogy nem a valóságban vagyunk, hanem az elme kitalációikban. Aztán az utolsó pedig, ez a kifejezést úgy mondja a jóga, de majd fordítom úgy, hogy nem kell megijedni, túlzott életvágy. Az megint csak megakadálja az embert az útján. Ami annyit jelent, hogy nem veszünk tudomást a nyugati világban ezzel a halálról. Meg volt a helye mindenütt, mindenki tudta, hogy működik. Itt tehát úgy is lehetne mondani, hogy az a túlzott életszóny, az nem más, mint mindent elkövetek, fúrjanak, üssenek meg, rakjanak új szerveket, stb. Csak ne kell meghalni. Ez megint csak egy nagyon keserves világ lesz, ha ebbe belemegyünk. Tehát vannak ilyen dolgok az elmében, amitől meg tudunk szabadulni, akkor talán könnyebb lesz az élet, nem tudjuk elfogadni az, ami van, nem tudjuk elfogadni a halál, mert pedig ott van. Naponta több millió sejt meghal, és újabb keletkeznek, átadják az információt. Az éjszaka az pont ugyanaz, mint a halál állapota. Ha alszunk éjszaka, akkor lesül a legkisebb kis rezgésre a test, az elme, az ego, stb. Megtörténik minden éjszaka, hogy egy kicsit meghalunk, aztán visszajövünk, tehát nincs halál, csak amit szoktak mondani, hogy a lélekvándorlás ilyen nem létezik. A lélek nem vándorol, hanem visszavonja magát, amikor eljön az ideje, és akkor a kauzális testbe az összes tudomást, amit szerzett, összes tapasztalatot, azt átviszi a magasabb szellemi világba, és az a szellemi világba hordozza, és megszületünk, akkor ott is egy-kettőt fölbont, és akkor újra megjelennek ezek a dolgok. Tehát, hogy kire ütött az apjára, anyjára szokták mondani, hogy áthoznak egy-két dolgot, de mindent nem. És ez azért nehéz feladat, mert hogy ez éppen nem könnyű megmagyarázni, hogy
régen nem vitték kórházba az embereket, hanem láttunk sok ilyen színdarabot, meg ennyivek, hogy mondták, hogy jó, akkor Mihály bátyám üzenem a Juliskának, hogy jó vagyunk, megtudták, hogy meghal, ő meg elvállalta, hogy igen, most lejárt az idő, megyek vissza, és akkor te kinek üzesz, és akkor üzengettek így a már megholtnak, mert azt tudták, hogy az élő még mindig a lélekben, hogy ezeket kint kioltották belőlünk, és egyszerűen a félelem született meg ebből. Megint oda jutottunk el, hogy az elme a félelemnek a tárgya. Ő nem akar megszűnni, minden áron próbálkozik életben maradni. És ha nincs baj, akkor csinál valamit az elme, meg az ego, és akkor azt mondja, látod, milyen szükség van rám, látod? Majd én, hogy segítek neked, de nem tudja megoldani. Hát elég, ha könyveket is olvasunk elő, most már sok film is megjelent, hogy hogy működik ez. Sokan visszajöttek már halálból, hát tényleg bizonyítottan, méghozzá orvos, tudományos orvos, meg nem is tudom, olyanok, akik ezzel foglalkoztak, és ő is megtapasztalták. Minden esetre azért egyedül próbálkozunk megérteni ilyenekkel, hanem hogy párbeszéddel vagy olvasmányokból tett példázatokkal, és arról lehet beszélni.